Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Önök a Sportforum című műsorunkat látják, mai témán tenisz lesz, hiszen a Koncz Tenisz Team sportolói szép sikereket értek el az elmúlt időszakban, és a következő beszélgetésből az is ki fog derülni, hogy mire készülnek a sportolók. Meg tisztelettel köszöntök Koncz Zsoltot, az egyesület vezetőjét, illetve az egyik fiatal sportolót, Koncz Lilianát. Sziasztok! No, hát itt már beszélgettünk a színfalak mögött az olimpiáról, akkor maradjunk ennél a témánál, mit szóltok eddig az olimpiához, hogy tetszik eddig az ötkarikás játék, magyar szemmel elégedettek vagytok-e az érmek számával, nézitek-e, szurkoltok-e? Azt hiszem természetes, kelünk és fekszünk, hiszen egyrészt figyeljük a pécsi sportolókat, Isten, hogy vannak kint, és hát a magyarokat természetesen óriási. Én úgy gondolom, hogy óriási eredmény, amit elérnek, sok fanyalgást hallani, de azt hiszem, hogy aki igazán a sportpereken belül van és tisztában van mind a sport finanszírozásával, mind a jelenlegi helyzetével ma Magyarországon, hát szerintem ámul-bámul. És fantasztikus élményekben lehet része. Most talán még jobban kirajzódnak azok a különbségek és a kulisszatitkok is, amiből azért meg lehet tudni pár pici apró részletet. Ennek a fényében, hogy ott tartunk, ez valóban fantasztikus. Lili, te is nézed az olimpiát? Igen. De nem csak a teniszt? Nem. Más sportág, ami úgy érdekel, akár üzöd-e, vagy pedig csak a tévén keresztül, milyen sportok érdekelnek még? Úszás. Akkor nézted tennep a gyújtó Danit? Nézted? Igen. Az nem semmi volt. Hát fantasztikus volt az utolsó szó szerint 10 métere. Együtt izgultuk végig, ott szorítottunk. Este beszéltünk Barnival, Ricsivel együtt, két másik ifjú Pécs 2000-es játékos, most éppen Olaszországban csapat Európa bajnokságon vesznek részt, és meglepve tájékoztattak a környezetről és az egyéb dolgokról, amik körbeveszik őket, és az esti beszélgetésről, és a kamerát ráfordítottam éppen úszó döntőre, úgyhogy így látta ő is a döntőt együtt a család. Hát fantasztikus volt, és nem kis súly volt a vállán, meglepő azért ez volt, mindentől függetlenül. Ugye Gyárfás Tamás bejelentkezett már, és ott volt átadóként a kommentátor szobában, és azért nem kis ember ült, tehát látszott, hogy azért erre nagyon-nagyon odafigyel mindenki, és ezzel a teherrel a hátán a vállán is ilyen betétársakkal sikerült, hát ez óriási. Vannak esetleg pozitív meglepetést okozott nektek, vagy van esetleg csalódás, gondolok most itt utóbbi esetében a vízilabdázókra, ugye elmúlt három alkalom ugye aranyérmesek voltak, és most hát az első két mérkőzésen nem sikerült nyerni. Hát azt hiszem a kapitány nem hiába nyilatkozta 4 évvel ezelőtt, hogy az harmadik olimpiai győzelem után, hogy itt új csapatot kell építeni, és el is kezdett ennyi ideig ott lenni a topon, ez fantasztikus, ettől függetlenül ott vannak, hát ez látszik, ezek a kis nüanszok, de én bízok benne, hogy azért a végére kényelmesedik ez is. És hát a vízilabdás lányok is bizonyítottak pont Kína ellen, és azért hallunk sok mást itt a kínai úszókról, egyáltalán a felkészülésükről, de nem kell szerintem a kínaiakról különösebben, és az edzőtáboraikról és a felkészülésekről beszélni. Nyugodtan beszéltünk Amerikáról, de akár az ausztrálokról is. Szóval a világ azért már egész máshogy működik, legalábbis sportolói háttérrel. Ezt fel kell venni a versenyt valahogy, úgyhogy ez látszik, ezek mellett pedig ilyen győzelmeket eladni, ez valóban egy igazán tehetséges és nagyon, nagyon komoly kis szakmai műhelyek. Hát amilyenek például a pécsi úszók is, hogy azért említsünk más szép műhelyeket is. Óriási, nagyon szép eredményeket érnek el, és hát szurkolunk, hogy ezt folytassák. London után térjünk vissza kis hazánkba, városunkba, Pécsre. Azt mondtam a felvezetőben, ugye, hogy az elmúlt időszakban szép sikereket értetek el. Részletekre vagyok kíváncsi, milyen versenyek voltak, milyen érmekkel tértek haza a versenyzőitek. Egy hosszabb menetelés után vagyunk. Elindultunk egy szlovén versenykör után nemzetközi versenyekkel. Ott Barnabás indult, és harmadik letenyében ez egy nemzetközi 16 évesek európai körversenye. Ez mindenképpen nagyon szép eredmény. Ezek után jött egy magyar bajnokság, ami valóban mondhatni, hogy ahol elindultak a sportolóink, ott nyertek kis túlzással.
a fiú 16 csapatban meccslabdáról sikerült vesztenünk, ez a második hely. Egyéniben Farkas Ricsi megnyerte a 16-os OB-t, Barni pont tőle kapott ki 4 között, ő harmadik lett, párosba együtt nyerték a párost, Liliek is nagyon szépen szerepeltek. Csapatba megnyerték a csapatban, ők se ott lány 12-es csapatot, a Liliek későbbi győztestől kapott ki 8 között, és a párosba Lukács Lívián, valaki a PVTC sportolója, megnyerték a magyar bajnokságot, ott jött is egy páros arany, úgyhogy amit lehetett, azt begyűjtöttünk. Nagyon, nagyon szépen és nagyon jól sikerült ez a magyar bajnokság. Majd ezek után jöttek újabb nemzetközi versenyek, amiről említettem is, hogy Európa bajnokság, Ricsi és Barni, most Olaszországban vannak, és próbálják öregbíteni a magyar tenisz hírnevét több-kevesebb sikerrel. Sajnos a litvánok ellen egy 2-1-es vereséggel kezdtek be, majd ma játszanak azt hiszem az olaszokkal. Lidék pedig itthon versenyeztek, egy országos versenyen egyénit és a páros versenyt is nyerte Lili, úgyhogy ezek a szűk mostani eredmények. Gratulálunk nektek, neked Lili kivált kép, milyenek voltak ezek a versenyek, mennyire voltak nehezek, milyenek voltak az ellenfelek? Jók voltak az ellenfelek. Nehéz meccsek voltak? Igen. Hát... ugye Visontai Timivel játszottam, az 6-0-6-1-re nyertem, utána ez volt az elődöntő. Döntőben meg Bartosik Rékával játszottam, az 6-1-6-2 lett. És ez volt egy országos verseny, és páros meg a Almási Gittivel játszottuk. Nyertünk a Visontai Timivel és a Tekla ellen. Ezek szép eredmények. Mióta foglalkozol a tenisszel egyébként? Gondolom, már nagyon-nagyon kis korod óta. 5 éves korom óta. Nézek apura, hogy ezért más nem is nagyon jöhetett igazán szóba. De több minden is természetesen. De a közelség a teniszpályának is sajnos adta a báty előzményei. Hogy sport és természetesen a lehetőség az adott, hogy ezen belül melyik és milyen sport, ezen belül teljesen nyitottak vagyunk. De természetesen az iskolával való kapcsolat, hiszen a református iskolába járnak mind 3 gyermek, nagyon régi a kapcsolata magával a sporttal és a tenisszel, és is régóta oktatjuk az iskolai teniszen keresztül, és jó pár gyermek nőtte ki magát, úgyhogy amúgy is egy nehéz dolog az iskola és a sport egyeztetése, a tanulás és a sportolás és a versenyek, és itt egy nagyon hálás tanári karral és vezetéssel ez megoldott. Jó pár kiváló sportoló, vívó és sportlövő is, hogy neveket ne említsek, járt ebbe az iskolába, úgyhogy vannak már hagyományai. Ezért így azt mondom, hogy nagyon könnyen sikerül ezt egyeztetnünk. Hogyha néhány mondatba be kellene mutatni a Koncz Tenisz tímet, akkor hogy tennéd? Hiszen már elég régóta itt vagytok, ugye, Pécsen? Hát, azt mondom, hogy nagyon, nagyon régóta először a Akártanyán működött a klub, aztán átköltözött Pécs keletre, és a Bátfa utcai teniszcentrumban hát közel 20 éve létezik a klub maga, sok-sok szép sikerrel. Döntően utánpótlás neveléssel foglalkozunk, úgyhogy amit lehet róla tudni, hogy sok-sok száz gyerek iskolatenisz programon keresztül 6-700 gyerek tanulja hetente ezt a sportágat, és próbálunk valamilyen lehetőséget biztosítani, mind fedett, mind szabadtéri termet a gyermekeknek, egyfajta lehetőséget, és ebben sok iskola partner, ez mindenképpen nagyon fontos dolog, hisz kezdetek óta ebből indulunk, és hát ezek közül, a gyerekek közül már azért jó páran felnőttként térnek vissza, és nem feltétlenül az élsport, egyáltalán csak a szabadidősport és a sportolás vágyát maximum felélesztettük bennük, ez már óriási siker, azt mondom, hogy mi ebbe dolgozunk. Amellett nagyon szép sikereket érnek el természetesen az élversenyzőink az utóbbi időben, ezért is vagyunk régiócentrum már közel 5 éve. Tehát 3 megyének, Baranyatolna, Somogynak a tenisz életét fogjuk össze edzőtáborokkal,
és próbálunk az ügyesebb fiatalokat irányítani a nagy válogatott felé. Tulajdonképpen így nézünk ki, és egy picit előre nézünk, hisz eddig a ha büszkélkedhetünk a szuperligás lányainktól volt hangos bármilyen hírportál, hiszen mindig ott voltunk a rájátszásban az első három között. Most vasárnap kezdődik a szuperliga a lányoknál, viszont befejeződött az első osztály két hete, és a Győrrel közös csapattal a fiúk is feljutottak a szuperligába, úgyhogy bízunk a lányok idei jó szereplésébe, de úgy gondoljuk, hogy akkor jövőre két szuperligás csapattal ez egy óriási eredmény lesz. Tehát akkor működik nálatok a szabadidősport, illetve a versenysport is, melyikre helyezitek inkább a hangsúlyt? Mindenképpen a versenysport egyértelműen, hiszen mi egy utánpótlás nevelő bázisa vagyunk itt a régióban, kiemelt klubként természetesen, és a legjobb utánpótlás nevelő klub. Úgyhogy biztos, hogy ez a fő irányvonalunk. Természetes, és azt mondom, hogy a támogatók, a szponzorok és a háttér, ami egy picit a társasági teniszezők köréből is természetesen termelődik, nélkül lehetetlen ma meglenni, és lehetetlen bármit is lépni a versenysportba, hisz ezek a gyerekeket egyértelműen, ezek a társasági teniszezőkből kikörült kör, akik látják, hogy mit csinálunk, mivel foglalkozunk, hogy csináljuk, és látva ezt a teljesítményt adják a támogatásukat. Lili, neked konkrét tervek a tenisszel kapcsolatban van, mert bármiféle célod ezzel a sportággal? Mit szeretnél elérni? Hát én nagy teniszező legyek, szóval is. Jó úton haladsz-e felé, ha jól tudom. Apura nézek kérdően. Biztos, hogy amit szeretne és amit lehet elérni pécsi viszonylatokban, ezeket a körülményeket és a lehetőséget megpróbáljuk biztosítani minden egyes gyermeknek. Talán annyiból jó a helyzetünk, hogy jó pár gyermek, nagyon sok gyermek űzi a labdát, és éppen ezért nagyon hálás dolog, hiszen megvannak, adottak a partnerek, adott az a körülmény, közben sikerélmények érhetik ezeket a gyerekeket. Nem egy egyszerű dolog természetesen, hanem csak a tenisportákban, ahogy visszakönyvődve az olimpiához is, hát látható, hogy milyen háttérrel és mivel rendelkeznek ezek az országok, meg ezek a klubok. Ez egy nagyon-nagyon komoly előny, ezt azért nehéz behozni. Mekkora egyébként így a fiataloknál a fluktuáció, tehát hogy sokan jönnek, sokan mennek, vagy van egy állandó mag, akikkel mindig tudtok dolgozni évről évre? Mindenképp állandó mag, ez régóta, ahogy az edzői tím is elég régóta együtt van. Azt mondjuk, nagyon, nagyon kevés a lemorzsolódás. Inkább azt mondom, hogy akikből versenyző lesz, az egy nagyon-nagyon pici százalék. Beszéltünk arról, hogy több száz gyerek űzi itt a sportot, és ebből, ha azt mondjuk, hogy pár százalék marad a versenysportban, az egy nagy dolog. Tehát nagyon kicsi az a százalék, akik valóban a versenysport felé lépnek. Nem könnyű dolog természetesen, de mégiscsak meglepő ezzel a szemmel, hogy ennyire nem igazán tudnak a versenyzés és ezekben a részekben igazán szerepet vállalni. Nehéz bekerülni az elitbe egyébként? Tehát azért is van ez az alacsony arány? Valószínűleg mélyebb gyökerei vannak, hiszen elég régóta stagnál ez a szám, ahányan mondjuk a tenisportákban űzik, hajtják a labdát, ennek a nagy változásai nincsenek. Talán a regionális rendszerrel, ami 5-6 évvel ezelőtt kezdődött, egy picit megnőttek a számok, és ott egy picit elindult egy fejlődés. Valószínűleg a gazdasági fellendülés az utóbbi években vitte le ezeket a számokat, hiszen azért ez mindenképp egy pénztárca nehezen és szabadidőt nehezen beosztandó foglalatosság az, hogy sportolni és hétvégenként azt az időt feláldozni, még hogyha sok a helyi verseny és sok a régiós verseny is, tehát nem feltétlenül kell sokat utazni, még Magyarország szintjén sem ahhoz, hogy ranglistás versenyző legyél. Én inkább azt mondom, hogy magával azzal, hogy mindennapos testnevelés elindul, illetve egy picit a sport talán más szemszögbe kerül, ezzel talán elindul valami, de ez csak vágyak, elég régóta várjuk ezeket a
mind a sport finanszírozással, mind pedig a testnevelésre kapcsolatos változtatásokat, ami talán változtat ezen. Milyen terveitek vannak? Említettük ugye a lányokat, meg hogy a fiúk is ugye most már ott vannak a Szuperligában. Szeretnénk mindenképp ezeket a fiatalokat beépíteni a felnőtt csapatba, ahogy annó Kovács Milán kezdte talán 13-4 évesen, és aztán beépült a férfi csapatba, majd most már a vezető játékosa és első játékosa a csapatnak. Ugyanígy Barni is idén elkezdte, és már játszott férfi csapatba, Ricsi is elkezdte a felnőtt csapatba a szerepléseket, tehát próbálunk felnőtt csapat felé irányítani a játékosokat, és mindenképp próbálunk egy olyan menedzselési és egy olyan hátteret biztosítani ennek a tímnek, hogy valóban ez a pályafutás ne szakadjon meg, ne törjön ketté, ez a legfontosabb, hiszen sajnos szemtanúi vannak, vagyunk annak az elvándorlásnak és annak a hát könnyebb út keresésnek, ami teljesen természetes azokkal a lehetőségekkel, amik adottak. Megpróbáljuk azt a lehetőséget és azt a körülményt megteremteni egy Pécset, hogy innen is el lehet jutni valóban a top lehetőségekhez. Én azt mondom, hogy jó úton haladunk erre, és Ricsi és Barni példája is bizonyítja, hogy bizony ott lehet Európa elitbe is tartozni, innen Pécsről a teniszbe, amit tudunk, hogy egy igen nézett és egy igen látogatott sportág, amiben nagyon-nagyon sok pénz és egyebek vannak, tehát mondhatni, hogy népszerű mindenhol. Lili, ilyenkor nyáron több időd és energiád marad a teniszre, mert ugye amikor suli van, akkor ott vagy napközben, és akkor gondolom délután vannak az edzések, ilyenkor azért többet tudsz foglalkozni ezzel a sporttal? Igen. Ez mit jelent? Heti hány edzés van? Például ilyenkor nyáron? Minden nap szokott nekem edzésem lenni, egy ilyen másfél óra edzés szokott lenni. Az jó, hogyha minden nap edzel egy. Minden nap, illetve egy nevet kell mondani a Lilinek. Közel fél éve pedig a futóedzéseket irányítja Bellaki Móni, aki üzi atya Barnit is, Lilit is, és még jó párt is csapat összeállt, akiknek az edzéseit vezeti. Épp tegnap futóedzés végén jegyezte meg Móni, hogy elég szépen dolgoznak a fiatalok, és szívesen látna az atlétika sportágba is egyik őket, másik őket. Ismerem a pécsi atlétikát, ez egy nagyon dicsérő dolog volt, úgyhogy vannak természetesen ilyen edzések, illetve téli időszakban a medencét is látogatjuk, és látjuk a körülményeket és a feltételeket, és próbáljuk ezeket is kiegészítésként valamilyen úton, módon becsempészni az edzés programba. De hát a napi egyszeri edzés az, ami áll. És ilyenkor nyáron egyébként vannak tenisztáborok, vagy valami ilyesmi programokkal foglalkoztak-e? Csak aktívabban foglalkozunk az edzésekkel. Idén tenisztábort nem indítottunk. Az előző évekhez képest, ahol mind kétféle volt, egyrészt a sportolóinknak egy aktívabb napközi edzés és ott lét, másrészt pedig kis gyerekeknek az óvodáskortól a 15-16 éves korig bezárólag csináltunk napköziket. Egyrészt megnövekedett az a mennyiség és azok a táborok, egyéb sport és szabadidős táborok, amik rendelkezésre állnak, és elég sűrű volt az a program, a versenyprogram, amiben részt vettünk. Egyszerűen nem tudtuk felvállalni azt, hogy ebben a szervezésében ezt is csináljuk, úgyhogy csak az edzésekkel foglalkoztunk, napközis tábort idén nem csináltunk, nem vállaltuk be. De látva az egyéb versenyeket, azt hiszem jó döntés volt, próbáljuk majd kárpótolni jövőre a kimaradt gyerekeknek ezt a programot mindenképp. Az év hátralévő részében milyen komolyabb versenyeknek még majd sportolókra látok? Hát hétvégén indul a Szuperliga, és aki kilátogat Bátorutcai Centrumban, egy országos versenyt is rendezünk, ez a lány 14-es korosztálynak, a többek között Lili is, illetve a Ági Viki is, aki szintén Pécs 2000-es, tehát a lány 14-es korosztályba indulunk, indulnak még pécsi lányok, mind a Pécsvárosi Klubtól, mint pedig a Pécsi Elektromostól, tehát azt mondom, hogy
a jó kis mezőny fog összegyűlni egy országos lány 14 kiemelt versenyen. Ezzel egy időben lesz vasárnap a Szuperliga első fordulója, utána két napra Pesten az MTK, hozlátogatunk el szintén Szuperliga, majd Budaörs, és utána a rájátszás majd. Bízunk benne az első négy közé, és hát aztán nagyon-nagyon sok nemzetközi verseny, egyrészt a pécsi nemzetközi 14-es, majd utána jönnek egy németországi körút két versennyel, és aztán a magyarországi ITF versenyek, nemzetközi versenyek, ezek már jóval egy korosztálya följebb, hiszen 18 év alatti sportolók vannak, Ricsi és Barni is még csak 15 éves, tehát még a 16-ban is első évesek, de meg kell próbálniuk már ezeken a versenyeken is tapasztalatot szerezni, úgyhogy indulnak, legalábbis a magyarországi versenyeken mindegyiken elindulnak, és a 16-os nemzetköziken folyamatosan, úgyhogy ez körülbelül október végéig, november elejéig elég sűrű versenyprogram lesz. Az ellenfelekről néhány szót, mennyire fővárosi-centrikus, mennyire Budapest-centrikus a tenisz ma Magyarországon, tehát mennyire dominálnak a pesti csapatok? Hát sajnos eléggé pest-centrikus, de nem a játékosok szempontjából. Volt az utóbbi időben egy elnökségváltás, egy kényszerűségből, ez egy másfél évvel ezelőtt. Sajnos, amit látunk, az új elnökség nagyon pest-centrikussá tette a tenisportágat. Szeptemberben választások vannak, bízunk benne, hogy sokkal erősebb régióvezetők és vidék érdekképviselt vezetők fognak bejutni az elnökségbe. Őszintén szóval a mostaniakkal nem nagyon vagyunk elégedettek. Szinte a versenyek nagy része Pestre került, ahogy mi is egyre kevesebb versenyt rendeztünk, holott ranglista vezetők és a ranglistán nagy részében döntően vidéki gyerekek vannak ott, ennek ellenére nem kapták meg azokat a versenyeket megérdemelt klubok. Ezen is kell majd változtatni, és sajnos innentől kezdve eléggé pestcentrikus. A régiók szerepe, én azt látom, hogy ugyanúgy megvan, természetesen ezt meg kell erősíteni. Hát ezen dolgozunk, és várjuk a választásokat, várjuk azt, hogy erről az eddigi rossz gyakorlatról minél hamarabb változás történik, és sikerül változtatni. Látjuk ezeket a versenyzőknél is, hát most Európa-bajnokság, például Barnier korosztálya, három fős csapatból két Pécs 2000-es játékos van, a harmadik játékos, ő most igazolt Pestet, ő pedig egy szolnoki fiú. Tehát egyértelmű, de tudnám sorolni a többi csapatot is, ahol bizony mindenhol a vidékiek vannak többségében ezekben a válogatott keretekben. Elég nehéz megszervezni azt, hogy Pest központtal Pesten edzenek. Nyilván a vidéki műhelyeket kell támogatni jobban, és ott kell valahogy segíteni a munkát. Bízunk benne, hogy ebbe változás áll be mi hamarabb. Ami pedig a rövidebb távú célokat illeti, szeptembertől suli, gondolom, Lili, ugye? Ja. Milyen volt a bizonyítvány az elmúlt évben? Jó volt. Jó volt? Hát azt mondom, hogy ebbe a sportba és a tanulást így összeegyeztetve, mint szülő, nyilván az ember büszke, és azt mondja, hogy csodálatos, hogy így tudnak teljesíteni. Valóban ezek az iskolák tudnak figyelni, és tudják figyelni a gyerekeket. Ez egy nagyon nagy siker, és egy nagyon nagy öröm, hogy tudják ezt kezelni. Nyilván a hiányzásokkal is. Barni magántanuló, tehát ő már bejár az iskolába csak, de így is olyan jó az osztályközösség, hogy amikor csak tehette, és itthon volt, végben volt, és úgy alakítottuk az edzés programját is, hogy vagy nagyon korai edzésen volt, de mindenképp már, ahogy kezdődött, bement, hanem az első, de a második órától, és ott volt végig, és az egyéb programokban is részt vett, tehát boldog vagyok, hogy ez ilyen egészséges környezetben tudnak nőni a gyermekek. Bízunk benne, hogy ezt, bár közeleg a szeptember, de hogy ilyen boldogsággal fogják tenni. Maradjon is ez így. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor további sok sikert kívánok nektek. Köszönjük mi is. Kedves nézőknek is köszönjük a figyelmet, ennyi volt már a Sportfórum, holnap várom önöket ugyanebben az időben, ugyanitt, addig is minden jót, viszontlátásra.